A Művelődési Ház San Franciscótól Las Vegasig a Kanyonokon keresztül című előadással készült egyik sorozatának folytatására. Az intézmény szeretne lehetőséget biztosítani azoknak a dombováriaknak, akik a külföldi utazásaikról szeretnének mesélni az itt élőknek. A legutóbbi előadást dr. Pálfalvi József tartotta, ahol az USA-ban szerzett élményeit foglalta össze. A harmadik évadot kezdtük szeptemberben a Dombováriak a nagyvilágban sorozatunkban. Ez egy általában havonta jelentkező rendezvény. Ez azt jelenti, hogy dombováriak és vagy elszármazottak tartanak nekünk előadást. Ugye most már nagyon sok országban jártunk, ma az Egyesült Államokba invitál minket dr. Pálfalvi József barátunk, őnek ez már a harmadik előadása lesz, mert már Algériáról és Ekvádorról tartott nekünk beszámolót. Hát ugye az USA-ban egyébként még nem jártunk, úgyhogy ez lesz az első olyan előadás, ahol most ezt az országot fogjuk látni és hallani. Van ez a Dombováról elszármazottak is dombováriak csoportja, és a Zsuzsának az ötlete volt a Alipap Zsuzsáé, hogy akik elköltöztek innen, és jártak különleges helyeken, azok tartsanak előadást. Eddig tartottam egyet Algériáról, ott értem 5 évig, voltam nagyjából egy fél évet Ekvádorban. Ez meg az Egyesült Államokban voltam, a nyugati részén 4 hétig, és abbarról gyűjtöttem itt össze egy-két dolgot. A nézőközönséget egy látványos kisfilm segítségével repítették át az óceán túloldalára, melyen az amerikai kanyonokkal tudtak ismerkedni. Valamikor régebben összevágtam egy videót, ami 58 perc. Na most az nekem érdekes, legtöbb embernek egyután unalmas, hogy van egy kanyon, és a szikláról-sziklára veszem fel, hogy néz ki. Az első talán második le érdekes, harmadik, hogy lehetne ma odébben nézni. Tehát ez nem vegyes lesz, hogy lesz egy rész, amit vetítek, utána megtekerem a filmet, és közben én beszélek. És elmagyarázom, hogy mit látnak, mert zene van alávágva, semmi extra magyarázat nincsen. Aki már több előadáson is volt, találkoztatott Pálfalvi Józseffel, hiszen számos útjáról tartott már beszámolót. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszott a nyelvtanulás és egy jó kapcsolatrendszer kiépítése, mely cserébe rengeteg élménnyel gazdagította. Ez úgy kezdődött, hogy a gimnáziumban saját magamtól elkezdtem franciául tanulni. Ez annyira jól sikerült, hogy amikor egyetemre mentem, első évet ki is hagytam. Nem kellett, fölmentettek. És aztán azzal a nyelvtanulással elkezdtem dolgozni nagyon sokféle nemzetközi szervezetben. És itt az a lényeg, hogy az embernek a nevét megismerjék. Tehát egy szakmát meg lehet tanulni, egy nyelvet, előadni egy szakmai anyagot, egy adott nyelvet, a sokkal nehezebb. És én erre szálltam rá. Így aztán nagy mázlim volt, például a Berkeley Egyetemre hívtak meg. Így kerültem San Franciscóba. Ott tartottam egy előadást, tehát személy szerint engem hívtak, ami most nem akartam dicsekedni, de jól esett, meg hogy mondjam, hogy ilyenkor lent az embert úgy hájjal kenegetnék, hogy hát igen, Magyarország egy kis valami, és engem hívnak meg, hát úgy jól esik, na. Nem azt mondom, hogy most evők szállva magamtól, de jól esik az embernek, na, még egyszer mondom, igen. Így jutottam el nagyon sok helyre. A Dombovári Művelődési Ház több különböző előadás sorozatot folytat, így mindenki találhat egy olyat, ami egyezik az érdeklődési körével. Az érdeklődők legközelebb csak januárban tudnak visszatérni az előadásokra, hiszen decemberben szüneteltetik őket. Több sorozatunk is van. A Művelődési Házban az egyik az Ötoraitel Markovics Magdival, ő neves személyeket hív meg, most 27-én, Bókai Zoltán lesz a vendége, aki a Pécsi Nemzeti Színháznak a vezető karnagya, és nem mellesleg dombovári, és mozdonyvezető is. De nem olyan régen indítottunk egy ismeretterjesztő sorozatot is, azt legközelebb majd januárban fogjuk megrendezni, ahogy ebben a sorozatban is szünetet fogunk tartani decemberben, mert annyira sok program van, hogy egyszerűen már ez a Dombováriak a nagyvilágban sem fér be a naptárunkba, és az Ötoraitel is akkor szünetelni fog,
A lényeg az az, hogy havi rendszerességgel vannak különböző sorozataink, és most nagyon örülünk neki, hogy mint mindig, majd hogy nem, teltház van itt a Pince Színházban, vagy fönt a Majoros teremben. A Művelődési Ház sokszínű előadás sorozataira szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az intézmény célja a programlista színesítése mellett, hogy a dombováriaknak minél érdekesebb és minőségibb előadásokat biztosítson.